Alkotás egész nap. Csak erről szólt az Emberpalánta tábor, melyet a Klauzár Gábor Művelődési Központ idén is meghirdetett a nyári szünet első hetére. Tavaly is voltam, és annyira jó volt, hogy azt mondtam, hogy apukámnak, hogy én szeretnék ide jönni, mert mivel ő is ilyen közel dolgozik, ezért azt is bevállaltam még, hogy a barátnőmet is elhozza ide. És mind a ketten együtt szeretünk lenni sokat, meg tavaly is nagyon sokat kézműveskedtünk, és én azt meg nagyon szeretem. Készítettünk például ilyen pokhálót, meg hozzá pokot, meg fakanából csináltunk olyan kalózt, amilyen fekete-fehér volt, de annyira nehéz volt elkészíteni, hogy felénél majdnem feladtam, de szerencsére inkább megcsináltam, meg annak még a szeme is mozgatható volt. Nekem a kavicsfestés a kedvencem, de azt itt nem fogunk csinálni, de otthon nagyon sokat csinálok belőle, mert már elég fejlett vagyok benne. Amíg az elkészült alkotások száradtak, addig az udvaron volt játék, vagy a nagy melegben úszásoktatás a szomszédos úszodában. Egy napot vagyunk most itt a Cifrában, mert minden tábor elején meg szoktunk hirdetni egy kis ki mit tudott, és itt a színpadon játszunk akkor majd. Saját kis műveket, ha sikerül, de mondtam nekik, hogy ezen ne izguljanak, mert a színpadi gyakorlatban együtt is szoktunk táncolni, meg amihez kedvük van. Hétfőn már 4 kézműves dolgot csináltunk, tehát tényleg szeretnek. Ma például, még ha visszamegyünk, pókhálókészítés lesz, de reggel ugyanúgy volt mandala és gyöngyfűzés, volt már fakanálbábunk, gyurmázásunk, volt üvegkészítés, ilyen világító üvegkészítés, de még lesz bagolykészítés, meg még egy-két apróság, amit most nem árulok el, mert akkor nem lesz meglepetés. Csütörtökön a fővárosi állat- és növénykertbe látogattak el a gyerekek az előző nap készített egyenpólójukban. Csináltunk pólót, amiben így lehetett csinálni karikákat, meg talán más formákat is lehetett csinálni. Marcell tavaly is nagy örömmel vett részt az Emberpalánta tábor alkotói programjain. Például, amikor kézműveskedtünk, akkor csináltunk egy ilyen kalózt fakanálból, meg csináltunk egy pókot. Csináltunk tegnap egy békát fakanálból, lehetett csinálni hozzá a kezed, meg lábad, de én nem csináltam, és lehetett neki arcot csinálni. A tábor ideje alatt rengeteg különböző technikával készült alkotás született, melyeket az utolsó napon mini kiállításon tekinthették meg a gyerekek és a szülők.